Azért utazik ma Brüsszelbe, hogy megbizonyosodjon arról, a helyreállítási terv alapjai a legtermékenyebb ágazatokhoz kerülnek. Ezt ma Florin Kőcu miniszterelnök Szatmár megyei látogatásán nyilatkozta. Brüsszeli látogatása során szeretne megbizonyosodni arról, hogy a helyreállítási terv majdnem 30 milliárd eurós alapjai a gazdaság legtermékenyebb ágazataihoz kerülnek, nyilatkozta kedden Florin Kőcu kormányfő. Kifejtette, a kabinet által felvállalt prioritások finanszírozási forrását a helyreállítási alapok, az állami költségvetés és az uniós alapok jelentik. Szeretne megbizonyosodni arról, hogy Brüsszelben olyan tervet hagynak jóvá, amely tartalmazza a belefoglalt prioritásokat. A miniszterelnök a Szatmárnémeti terelőút projektjén belül épülő Szamoshídi munkatelephez látogatott el. A miniszterelnök megígérte, biztosítják a szükséges finanszírozást ahhoz, hogy év végére átadható legyen a körgyűrű beruházás. A kormányfő hangsúlyozta, Romániának szüksége van infrastruktúrára, ez az egyik dolog, amiért Brüsszelbe utazik. Módosítjuk a törvényt, és meg lesznek a szükséges alapok is ahhoz, hogy ezentúl tartsuk a kivitelezési határidőket. Romániának szüksége van infrastruktúrára, és nagyon jól tudják, hogy ez az egyik cél, amiért Brüsszelbe utazom. A kormányfő szerint a helyreállítási terv tartalmazni fogja mindazon projekteket, amelyek eleget tesznek a feltételeknek.